Szent Vince a borászok és borkedvelők ünnepe. Ennek lassan most már hagyomány teremtése van Magyarországon is. Már a 15. században foglalkoztak a borászok ezzel összejövetellel. Különbségeket csináltak olyanokat, hogy például találkoztak a pincékbe, megkóstolták egymás borát, végigjárták ezeket a pincéket, sőt a környezetet és a területeket is végigjárták. És voltak olyan szokások például, hogy ősszel, amikor takarták a szőlőt, akkor eldugtak egy üveg bort, és akkor ilyenkor keresték meg. Szóval voltak ilyen játékok, de hagyományt teremtettek ebből az ünnepből. A Szent Vince napján levágják a szőlőveszőt, és amennyiben a szőlővesző levetereszt, akkor az annyit jelent, hogy a következő évben gazdag termés lesz. De ezt úgy is mondják, hogyha csordul vince, tele van a pince. Aztán hát ezt a hagyományt igyekezünk mi is pártolni, és aztán különböző borokat hoztunk ide be ebből az alkalomból, és kiválasztjuk Szent Vince borát, valamint a viceveszővágás során a borral foglalkozó emberünk az veszőket vágott le a szőlőkbe, és kihoztja az embereknek, mi otthon meghajtatjuk, és megnézhetjük azt, hogy milyen virágok vannak jelen a szőlőveszőben a következő évre, erre az évre vonatkozva. Az a helyzet, hogy ez csak tájékoztató jellegű, inkább barátkozás jellege van ennek az egész ünnepnek, de ezt igyekezünk pártolni, és hát mindenkit szeretettel várunk a pincéinkbe, mert nekünk is vannak azért pincéink Fejér megyében, ugye 5 pincészetünk van, amelyek nyitottak a látogató számára.